Sziasztok! És köszöntelek benneteket is, akik a sorozatunkat nézitek. A múlt heti szünet után áttérünk a következő fő témakörre, az érzésekre, azokból is a pozitív érzésekre. A Barbara Fredrickson kutatásaival szeretnénk foglalkozni, és úgy gondoltuk, hogy először beszélgetünk arra, hogy kinek mit jelentenek a pozitív érzések, hogy értelmezzük őket, és ki hogy éli meg, mire valók a pozitív érzések. Domi, kezdjük talán vele. Kezdjük, jó. Nekem abszolút az erő. Erő és az energia, amit belőlük lehet nyerni. Azt hiszem észre, hogy minél többször tudom megélni a pozitív érzéseket, annál inkább tudok küzdőképes lenni, annál inkább tudok a mindennapi nehézségekkel, kihívásokkal megküzdeni. És azt is észreveszem, hogy ez nem feltétlenül magától értetődő, hogy ez megtörténik velem minden nap. Annyiszor, amennyiszer egy egészséges működéshez szükséges, hanem tennem kell azért szokások kiépítésével, vagy emlékeztetőkkel, hogy ez meglegyen a megfelelő mennyiség az életünkben, az életemben. Te mit gondolsz, Géza? Nekem nagyon tetszett, amit te is tudok kapcsolódni is hozzá, amit a Domi mond, hogy igenis tennünk kell érte, hogy valahogy azt hiszem ez is egy félreértés a boldogság kutatása megkeresésében közöttünk, hogy azt gondoljuk, hogy ez úgy jön magától, vagy ezt úgy valahogy hajszolni kell, és akkor egyszer csak majd boldogok leszünk, és hogy tényleg a kutatások azt mondják, hogy néha az azért egy kemény munka, hogy boldog életet élnénk, hogy azt mondjuk. Most ebben a pillanatban boldog vagyok, az oké, ez azt jelenti, hogy örülök valaminek, valami jó érzést töltött el. Az, hogyha egy teljes boldog életet élek, az viszont egy jó kis kihívás, egy jó kis munka, és amit én nagyon szeretek abban, hogy a Barbara ki is mondja, hogy a pozitivitásnak nem csak az örömről, meg a derűről szól, hanem én például nagyon szeretem a reményt is, ami abszolút pont egy olyan érzés, ami a legnehezebb időszakokban jön az emberhez, és ad esélyt arra, hogy újra kezdjük, és máshogy lássuk a világot, és hogy a legsötétebb óráinkban jön a remény, és a jövőre mutat, és tudhatjuk azt, hogy oké, most éppen nem vagyok boldog, de hogy ettől függetlenül én még fogok tudni egy boldog életet élni. Most, ahogy itt a boldog életről beszél, meg a boldogságról. Valami technikátok, vagy valami, amit úgy rögtön most eszetekbe jut, akár napi szinten gyakoroltok ezzel kapcsolatban? Hát biztos, hogy nem feltétlenül tudatosan, vagy nem mindig tudatosan, de az ember folyton váltogat a között, hogy éppen most mi történik velem, meg hosszú távon a tapasztalataim szerint ennek milyen kifutása lesz, vagy hogy holnap is lesz egy holnap, és egy hónap múlva mondjuk már viccként fogok erről majd mesélni egy társaságban. Tehát, hogyha perspektívát váltok, akkor könnyebb. Könnyebb jól megélni nem jó helyzeteket is. Nem tudom, neked van? Nekem van, igen, ugye a kíváncsiság érdeklődés kapcsán az biztos, hogy napi szinten ezt gyakorlom, hogy mindig valami új dolgot olvasni, megnézni egy jó TED Talkot, YouTube videót, valamit, hogy mindig úgy kutatgatni ugye nekem nagy cím, ugye a munkahelyi jólét, kiégés, megelőzés, ugyan maga pozitív pszichológia is egy ilyen nagy kedvencem is, és hogy imádom, és hogy napi szinten benne van az, hogy valamit olvasgatni a kapcsán, ami érdekel és érdekes lehet számomra, illetve amit én még úgy összekötnék, hogy nekem van több olyan pozitív érzés, például az inspiráció, vagy a büszkeség is, amit meg nyilván az összes többi is, amit össze tudok kötni másokkal, és hogy inspirálódni, meg abszolút én nagyon szeretek táncolni, és van egy táncos baráti közeg, és tényleg ott látom, hogy a fiatal táncos ismerőseink, akik most táncsulit is indítanak és csinálnak, és hogy látni az ő fejlődésüket, hogy 23-4-5 évesen hogy hajt valaki az álmai felé. És ez annyira tud engem is inspirálni, és annyira tudok
örülni a kibontakozásoknak, hogy nagyon sokszor van az, hogy is lehet, hogy már néha ugye legyintenek is rám a barátaim, nem tudom, hogy megírom nekik, hogy én tökre büszke vagyok rá, hogy láttam, hogy valami jó történt veled, hogy valamiért megküzdöttél, jól csináltad, és hogy mindig próbálom jelezni ezt a mások felé, azt, hogy mennyire büszke vagyok én arra, hogy te ezt megtetted. És ez az, ami számomra egyébként saját magammal szemben nehéz is volt, hogy a saját magam dolgaira is büszke lenni, és hogy például ezt is most egyre inkább próbálom tudatosan azt mondani, hogy igen, azért van egy csomó minden, amit úgy letettem az asztalra, és ennek lehet örülni, és lehet azt mondani, hogy hát ezt azért nem mindenki csinálja. Ez is egy nagyon fontos dolog, amit mondtál, hogy az ember emlékeztesse magát arra, meg a körülötte élőknek az örömeire, vagy eredményeire is büszke tudjon lenni. Én meg arra jöttem rá most éppen az elmúlt napokban a saját életem eseményei kapcsán, hogy a beszélgetések és a saját élményeink újra mesélése milyen nagyon fontos dolog lehet, ami azon gondolkoztunk így a családban, hogy attól, hogy vannak ezek a kütyük és a játékok, ettől a mai gyerekek elesnek egy csomó olyan helyzettől, amikor semmi más nem csinálnak, csak mesélgetnek egymásnak, hogy mit mondott a tanár, és hogy milyen jókat röhögtünk azon, hogy, és hogy emiatt nem tudják újra, meg újra, meg újra átélni azokat a pillanatokat, amikben büszkék voltak, vagy örültek, vagy hálásak lennének, és hogy ez egy gond, hogy nagyon valószínűleg nagyon jó ki vannak találva a számítógépes játékok, mert fenntartják az érdeklődést, mert valószínűleg így spirálba állandóan emeleted a lécet és fejlesztővel, de hogy egészen biztos, hogy semmiféle a megosztás és ismétlés kapcsán újra átélt élmény ebből nem lesz. Mm-hmm. És hogy ez, kérdezem, hogy van-e technika? Hát most kezdve megfogalmazódni bennem, hogy a másokkal való beszélgetés az tulajdonképpen egy technika, ami régen az én szülei generációimnak adva volt, mert ők máshogy csináltak, csak hetente összejöttek, és újra meg újra meg újra mesélték a saját sztoriaikat, és újra meg újra meg újra átélték az összes ahhoz tartozó élményt, és hogy ezt vajon hogy fogjuk helyettesíteni. Viszont erről az jutott eszembe, hogy ha már viszont vannak kütyük, meg vannak a technikai fejlődés adta lehetőségek, akkor azt használhatjuk akár úgy is, hogy így megosztani a baráti társaságokkal? Mert most én például gyakran teszem azt, hogy távol lévő barátaim, pécsi barátaimmal rendszeresen megosztom a velem történt jó dolgokat, és azzal a felhívásra, hogy örüljetek velem, és hogy ugye miközben én ezt leírom, azért én ezt átélem. Persze ugyanaz, nem biztos, hogy ugyanazok a testi folyamatok lezajlanak bennem, vagy bennünk, miközben olvassák, vagy hallgatjuk egymást, de valahol, ha már ezek vannak, akkor legalább használjuk erre, nem? Akár ezeket a chat lehetőségeket, mondjuk ilyen szempontból ez egy jó dolog egymással megosztania. Biztos, hogy sokkal jobb, mint hogyha semmit nem csinálom. De mégsem. Nem tudom, hogy a Barbara ugye azt írja a könyvében, hogy most, ahogy írom azt, hogy a férjemet mennyire szeretem, az tulajdonképpen nem jelenti azt, hogy a testemben megjelenik a férjem fizikai jelenlétében lévő testi mintázat. És nekem is eszembe jutott az is, amit a tavalyi európai konferencián mondott, a szavai egyik konferencia részvevő tette fel neki ezt a kérdést, hogy üzenetekben egymáshoz való kapcsolódás megtörténhet-e, és mondta azt, hogy ezek a kutatások most zajlanak, és hogy chat üzeneten keresztül már szinte semmilyen testi működés nem jön be. Igen, ez gond. Tök érdekes lehetne ezt tényleg tudni, hogy vajon ez így is használ-e, de ez tényleg egy gond a mai világban. Én azt gondolom, hogy itt is egy picikét a rászánt idő, ami kérdés, hogy amikor olvasom néha a te blogjaidat is, Domi, és hogy tudjuk, hogy sokan szeretik, mert hogy te tényleg olyan jól megjeleníted az érzéseket, és emlékszem arra is, hogy néha régebben megtaláltam a szüleim közötti levelezgetést, ugye, amikor valahol távol voltak egymástól, vagy mit tudom én, apuka elment
a seregbe egy-két évre, mert hogy kötelezően be kellett vonulni a seregbe, és akkor semmi más lehetőség volt, mint hosszasan írni, és hogy mennyi érzés van benne, és hogy egy kicsit hasonlóan, mint amit a Barbaráik is kutattak, hogy mennyire jelennek meg az érzések, a pozitív érzések egy-egy naplóban, az mennyire mutatja azt, hogy milyen hosszan fognak élni az emberek, és hogy picit azt gondolom, hogy valószínűleg itt is, hogy amikor írsz, és elő tudod hozni azt az érzést, vagy például múltkor, amikor írtad, hogy egy interjút készítettél a Máté Bencével, hogy kimentetek a nem is tudom, hogy hova, és néztétek a táját, és ő mesélt arról, hogy mi mindent lehet látni egy fotós szemével a természetben, és ahogy leírtad, ott érződött az, hogy bele tudtál tenni érzéseket, és szerintem ez az, ami megszűnik, hogy amikor nagyon gyorsan csak reagálok, és már nincs arra idő, hogy azt mondjam, hogy nézd ott egy fa, vagy pedig azt mondom, hogy nézd el ez a késő nyári hűszellő, hogy lobogtatja annak a zöld előfának a levelét, egészen más. De hogy ténylegesen szerintem az írásban is erre valók a költők is, vagy nem erre valók költők, de hogy a költők is jól mutatják azt, hogy az érzéseket bele lehet tenni, de hogy szerintem a rászánt idő is, és hogy valószínűleg ez is lehet az íráson belül, hogy beleteszem-e az érzéseket a beszédembe, vagy az írásomban, vagy pedig csak egy ilyen nagyon gyors oda-vissza reakciók. Illetve, hogy aki olvassa, az úgy igyekszik-e beleképzelni magát, vagy átélni, vagy ez érdekes, hogy ez vajon megtörténik-e bennünk az, aminek meg kellene ilyenkor? Igen, mert ha nem látjuk együtt, mert hogy mutatom, nézd milyen gyönyörű, ez akkor az egyszerűen tudjuk nézni együtt, hogyha nem tudom megmondani, akkor viszont minél többet és minél bővebben írom le, annál nagyobb esélye van annak, hogy lásd és érezd, amit én láttam akkor, amikor ezt amit láttam. Tulajdonképpen Barbara Fredrickson kutatásával kezdtünk el foglalkozni. Ő volt az első olyan pszichológus, aki azt mondta, hogy biztosan van élettani szerepe és haszna a pozitív érzéseknek, és életművét tulajdonképpen annak áldozta, hogy bebizonyítsa és meghatározza, hogy egyes pozitív érzelmekhez milyen élettani mintázatok tartoznak. A mögöttünk szereplő 9 érzéssel foglalkozott, és ő bizonyította be, hogy ehhez a 9 érzéshez, mindegyikhez külön, jól meghatározható, pontosan felismerhető élettani mintázat tartozik, értve ez alatt azt, hogy az izomtónus milyen, a légzés frekvenciája, a szívműködés ritmusa milyen, a vérnyomás milyen, a bőrellenállás milyen fajta peptidek és hordozóanyagok keletkeznek a vérben. Rendkívüli módon nagy hatása van a kutatásának. Sok mindent megváltoztat, mondhatnám, hogy a pszichológia hozzáállását a hétköznapjainkhoz megváltoztatja, és a következő néhány hétben azzal szeretnénk foglalkozni, mit és hogyan tehetünk azért, hogy egyensúlyba tarthassuk a szervezetünk működését. Próbálhassátok ti is megtalálni azokat a módszereket, amivel fel tudjátok fokozni a naponta átért pozitív érzések mennyiségét. Folytatjuk. Sziasztok!